Szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Hova rohanunk? Nyuszi! Jaj, te! De megszédültünk. Vagy, jaj, nézd a fejedet! Majdnem beverted! Hova mész? Te! Nyuszi! Úgy! Ja. A Dénisám úgy megy fürdeni, éppen készülődik a fürdéshez. Hogy ott az üveget gyorsan így áll egyet, aztán megyünk fürdeni, jó? Ezt a mai videót egy kicsit későn kezdtem, ugyanis 6 óra 32 perc van, képzeld el, este, vagy kora este, vagy nem tudom, sötét van, látod? Sötét van már. Hogy miért kezdtem ilyen későn, mindjárt el is mondom, csak a Davis elmegy gyorsan megfürdik. Ja, op, na. Davis elmegy fürdeni, lehet, hogy halljátok, lehet, hogy nem, ott a pancsóban által a fürdőkádba, vagy elől. Hogy miért készítettem ezt a videót, vagy miért álltam neki ilyen későn, mondom. Ugye az előbb elkészítettem, nem az előbb, most már jó pár órája elkészítettem ezt a videót, amit megosztottam vasárnap nektek, vasárnap, nekem is ma vasárnap van, de ez a mai videó, ez a hétfői videó. Na mindjárt, észrejük mit mondom, megosztottam ezt a videót, kérdeztem, hogy hogyan legyen tovább ugye a csatornával, nagyon sokan reklamáltak, mondták, hogy a mostani videók nem jók. Ugye biztos, hogy láttátok ezt a videót, és kérdeztem, hogy hogyan legyen tovább a csatornával, mert ugye elég mérges voltam a kommentekre, meg ugye hasonlókra. És csak gondoltam, hogy készítek ma egy gyors videót, ugyanis nagyon sok kommentet kaptam, hogy nehogy abba hagyjad, mert mi szeretünk, meg nézd meg a szeretésket, a lájkokat a videókon, többen szeretik a videót, mint amennyire nem szeretik. Negatív kommentekre ugye ne foglalkozzál, és mindenkinek meg szeretném köszönni, ugye, mert rettentősen írtatok rettentő kevés idő alatt. Úgyhogy ezt tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, és csak jókat írtatok, mint volt egy-kettő, akkor ugye, na mindjárt. De tényleg 99%-ban mindenki azt mondta, hogy megszüntesd a csatornát. Úgyhogy, hogyha tetszik, amit ugye csinálok, mondtam, nem szüntetem meg a csatornát, tovább is lesznek videók, továbbra is lesznek rendszeres videók, ahogy ugye eddig voltak. Néha zenés, jobbára zenés, rövidebb videók, már mint 10-15 perces videók. Néha pedig lesznek hosszabb ilyen 20-25 perces videók, ugye attól függ, hogy mit csinálunk, hova megyünk, meg hogy tudom ugye megszerkeszteni. Tehát csak gondoltam, hogy én ezt gyorsan meg szeretném veletek osztani, ugyanis tényleg rettentő kevés idő alatt ilyen fél óra alatt nagyon sok kommentet kaptam, aztán még jönnek minden percben, képzeld el, jön egy komment ugye, és eddig még a jó kommentek jönnek szerencsére, és tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy megírtátok, hogy hogyan tovább a csatornával, és hogyha tetszenek ezek a videók, ugye, ahogy mondtam, nem fogom abbahagyni. Valaki kérdezte tőlem, hogy még mindig szabadságom vagyok-e, vagy nem. Még mindig szabadságom vagyok. Hiszed vagy nem, lehet, hogy úgy látjátok, hogy rendszeresen van a videók, de nincsenek rendszeresen videók. A hétvégi videó, amit ugye volt ez a timeline-os autó, az előre felvett videó volt, azért volt előre felvéve, mert nem filmeztem a héten, ugye rendszeresen, mert minden másnap vagy minden nap ugye szokok filmezni általában, de még mindig nem filmeztem. Ugyanis más dolgokat is csináltam, beteg is voltam, na minden. De még nem voltam teljesen magamnál. A vasárnapi videót ti nem láttátok, ugyanis ugye mikor bemérgesedtem, nem osztottam meg vasárnap a vasárnapi videót, amit megosztottam volna. Azt a videót valószínű, hogy csütörtökön fogjátok látni. Abban a videóban nem más csináltunk, mint elmentünk a semmi közepére, nem semmi közepére, ide ki nem messze mit tőlünk, ami a semmi közepén, mert nincsen semmi körülöttünk, csak erdő meg kenguruk, és megkóstoltuk a kenguruhúst, hamburger, na mindent. Ma meglátjátok, összehasonlítottuk valamivel, a másik, na mindent. Úgyhogy ma meglátjátok valószínűleg csütörtökön. Aztán jövő héttől valószínűleg szombattól visszatérnek a rendes videók, tehát a rendes minden másnapos, rendes, mármint olyan videók, mert most is voltak videók, olyan videók, amik most történnek ugye jelenleg. Tehát nem előre felvett videók, hanem jelenlegi videók történnek, tehát a jövő hét csütörtök után valószínűleg ez el fog kezdődni. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, és tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni a jó kommenteket, a rossz kommenteket, azokat nem szeretném megköszönni. Úgyhogy megnézzük, mit csinál Lucas, hogy elindítottam már a kamerát, akkor megnézzük, mit csinál Lucas, bejövünk a szabályába, mi a helyzet? Na, mi a helyzet? Semmi. Mit csinálsz? Mi? Mit? Hát azt kérem én is, mit? Amúgy a játékcsatornán mivel fog játszani legközelebb? Mi? Mi? A Minecraft-tal fogunk játszani, ugyanis van ez a... Milyen játék van az a Minecraft? A Minecraft-on belül is van egy játék. Olyan valami Spleef mit tudunk játszani. Ja, na mindegy. Nem tudom, hogy ez hogy magyarul hogy van. Ez úgy van, hogy egymás ellen kell menni, ilyen pályán be vagy zárva, és ki kell... mit kell csinálni? Kell kivárni a blokkok, és a legelső leesni, lúzol, és... Aki a legelső leesni, kivered a blokkot, azt a blokkot a másikkal, aki leesik, az veszít. Na valahogy így működik. Múltkor játszottunk vele, én vesztettem, Lucas nyert. Azt mondta, ugye?
Úgyhogy megpróbáljuk még egyszer, valamelyik nap. Aztán itt a szobában egy kicsit változás lesz. Ugyanis látjátok itt ezeket a posztereket? Nem eltűnnek, de valami innét el fog tűnni egy pár poszter, és felrakjuk az újabbat. Mi az, hogy nem? Ma vettem ezt a kék ragasztót, ezt a rágógumis ragasztót. Úgyhogy felmennek. Ugyanis van poszterünk, képzeld el, Lucas kapott nagyon-nagyon sok posztert. Nem kinyitjuk, vagy mindenki kiesik. Dehogy miért esik neki? Na mit raktál ide? Aztán kinyitottam, ez csak már plup. Ja, plup. Itt vannak a poszterek amúgy. Nem itt vannak, el vannak. Itt vannak! Itt vannak, te! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok, apá, szép posztert kapott a Lucas. Kivontjuk most, vagy majd megmutatjuk? Kivontjuk, ezt meg kell mutatni. Most már kaptuk egy jó ideje, csak nem raktuk fel, ugyanis nem volt ez a ragaszt, ez a kék ragaszt. Legelső, de oda szépen, oda nézzél. De ragd le a földre, és úgy könnyebb. Látod? Akarsz fülteni most? Most? Hát most nem, mert most nézd fürdeni. Van ez, most ne nyisd ki rendesen. Van ez a szép poszter. Na mutassuk a másikat is, gyorsan. Aztán van az a poszter. Az is jól néz ki, látod? Úgyhogy, mi a harmadik? Wayne Justice League-es, tetől kinyitom én. Jaj, oda nézzél. Na most nem nyitjuk ki ezt az egészet, de ilyen szép poszter. Rettentő sok posztered van, mennyi posztered van amúgy még? Még a másik házban is ugye még mindig van nagyon-nagyon sok poszter, amit nem raktunk fel a falra. Úgyhogy valószínűleg azt is el fogjuk tenni. Bár, nem tudom, várjál, hány poszter fél ide fel? Nem tudom, ha te tudod. Ez mellé, még egy, meg még egy, az kettő. A régi házikon. Három. Látni sok poszter. Ja, de azt mondja, ide hány fél fel? Egy, kettő, három, négy, meg még ide öt, hat poszter. Körülbelül hat poszter vagy felfél ide. Jó. Na, várjál, azt hiszem, hogy jön a Davis, mert kezd sírni, ugyanis kivették a fürdőkádban, azt hiszem, azt lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak labdázik. Mit? Davis közben kiszállt a fürdőkádból. Szervusz, mi a helyzet? Jól érzed magad? Szépen hagyod, meg kell fésülni. Na, elmegyünk elnézni, mit csinál a Lucas, az is megy fürdeni, várjál. Aztán, hogy akartam nektek mondani, már régóta akarom ezt nektek mondani, csak mindig elfelejtem, kimegy a fejemből. Nem mutatlak téged, bemújjuk a fürdőbe, és most megy bele a kádba. Amit akartam nektek mondani, rettentően sokan kérdeztek kérdéseket, és addig kimegyek ide, jó? Rettentően sokan kérdeztek kérdéseket, amikre nagyon nem tudok válaszolni, ugyanis ugye sok kommentet kapok, sok levelet, meg mindenféle dolgot kapok, és arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen újabb kérdezz velelek videót. Pont a múltkor valaki kérdezte egy nap vagy két nappal ezelőtt, hogy mikor lesz újra egy ilyen videó. Úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy újabb ilyen videót, tehát hogyha valakinek van valami kérdése, ide ennek a videó alá nyugodtan kérdezzél, és meg fogom válaszolni majd valamelyik videóba, vagy a jövő héten, vagy a jövő hét után, amint összegyűlnek a kérdések, és el tudom készíteni a kérdezz velelek videót. Úgyhogy bárkinek valami kérdés, ugyanis nagyon sokan kérdeztek, hogy olyanokra fogok csak válaszolni, ugye, ami érdekes, tehát hogy jöttem ide ki, hány éves vagyok, mikor jöttem ki, meg kivel jöttem, arról nem fogok válaszolni, mert nagyon-nagyon sokszor válaszoltam. Úgyhogy arra vagy kíváncsi, nézzél meg egy kérdezz feleleket, és válaszoltam az összes ilyen kérdése. Tehát, hogyha valakinek valami másabb kérdés van, nyugodtan kérdeztetek, és próbálok majd rájuk válaszolni. Na várjál, nézd, mit csinál, Lukasz. Beleszálltál? Ja. Rendben van. Na, akkor mit csinálsz? Fejem, ja, gyorsan, már így megfordul így a kamera, már nem úgy, várjál, hogyan mutat? Így, átfordul a plafonra, oda le, így kitakarom a kezemmel, és itt a fejed, tessék. Én akarom látni, hogy mit rikolnom. Ja, akarod látni, hogy mit filmezek? Tessék, téged filmezlek. Jó. Jó, rendben van. Úgyhogy most, akkor én nem látom. Na mindegy, úgyhogy most meg a hajadat, itt ez a izé, amúgy ezt használjuk hajmosásra. Tessék. Várjunk, nem? Ide beledobom. Mi történt? Belenti a víz alá. Ja, na mindegy. Most a gajdat, itt adom a sampont. Várjál, adom a sampont. Tessék, itt a sampon. Mire vár? Hol vagy? Hol a fejed? Tessék. Ajja, belesett. Belesett a sampon. Na, oda nézzük, ez megjött a téviszt, és a Lucas meg mosta a haját. Mit? Na, mit csinálsz? Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezzük, ugyanis mindjárt betelik a memóriakártyám, majd látom, már csak egy perc maradt. Úgyhogy le fog így kapcsolni magát, hogyha én nem fejezem be a videót. Ja, mi? Hát nem mehetsz oda, de... Nem. Úgyhogy már ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia!